Na, szereljük a villany, gyerekek! Olyan az életem, mint egy szappanopera, egy folytatásos film, hogy egyik részben ez történik, a másik baz. Felagjuk Gibbs Carlton, aztán villanyvezetés, aztán javítás, aztán... You know what I'm talking about. Nem teszem most be mind a kettőt, csak egyiket, a középsőt. Már arra fel tudok már kötni mind az öt anyagépet. Abban egyúttal, ha nekiállok, behúzhatnám már ezt is. Ezt azt még ide fel tudok tenni. Például a hőprés, nem, hát túl magas a hőprésnek. Nem ide, ide csak bányagépeket teszek. Mit tudnék egyebet tenni? Na, ott van a négy kábel. Mutassa meg a setupot. Négy tekercs kábel feltéve. A rúdra, végeit összekötöztem, fehére, zöld, egy piros, fekete duct tape-el összeköttem, és akkor csak így húzom, és tekerednek lefelé. Így ér. A cérnával annak idején. Akkor ügyesen ide belé menjünk. És végig taszoljuk. Ja, könnyű végig taszítani, már nincs, hogy egy fél incses csőbe megtűrődjenek. Lát, teljesen fel is szerelhetném a csövet, de kell ragaszgatni, se csavarozni oda, se nem akarom. Itt végig taszítom, és utána darabokba rakom itt össze, és úgy ragasztom, ahogy jó van, úgy érzem, hogy odaértünk vala. Meg ott kihúzom. Ja, nem volt hova máshova tegyem a panelt, így nézegettem, hogy... Na, itt van az ablak, ide a hiába teszem, úgyhogy az ajtót kikerüljem, hogy ne kéne a csöveket meghalítani, de mindegy. Na, úszor nem nagy dolog. Hallítani nem kell, ugye, mert teszem a 90 fokos könyöket, kész. Teszem fel mind az öt bányagépet ide a középső pócra. Itt is van, lássátok-e. Ups, nem is kell ide sokat kihúzzak, ide csak egy annyi kell, amit... Ja, hogy bekössem. Ó, na cucc, amit be kell kötni. A prizák hol vannak? Még ebből is kell vegyek, mert nem lesz elég. Ja, tehát ezek 20 amperesek, 20 amper, 125 volt max. Ja, hát így fektetve, és akkor jön rá egy ilyen plate, egy cover. Az ide fogatódik bele, ez ide. De kell csavar, nem jött. Kéne legyen csavar a dobozba, meg kell nézzem. Na, és akkor megy egy-egy áramszál. Rea. Ugye a piros az egyikre, a fekete a másikra. Ups. Egy-egy áramszál, és a fehér ugye a semleges, és a zöld a fődelés. Az áll lesz oszva a kettő között. Úgyhogy teszek egy darab tódás drótot, se állosztom a kettő között. És ennyi. És teszem fel ide ügyesen a gépeket. És akkor tudok rendezni. A gipszkarton mindjárt van fogyva. Viszem ezeket, behordom oda, és akkor itt megürül teljesen a hely. Tudszok ott hüttőt, mindent át lehet ide rakni és helyet csinálni, mert... Hát úgy néz ki, hogy szombaton vendégeim lesznek megint. Nem tudom, ide érnek-e, mint a múltkor, lehet nem érnek ide, de... Nem van, az így közben végérik, és nem tudnak ide, hát a program változik, ez érthető, de... Most szombatra, aki ígérkezett, az komolyan, nagyon komolyan el van honnan.
elhatározta magát. Még ebédet is hoz, azt mondta. Na jó. Bépecsülöm ezt itt. Leszabom a kábeleket, összeragasztom bele a csövet. És akkor le kell mindent kapcsoljak. Hát nem mindent végül is, mert ha az még hosszabbítókon fut, hanem csak a Jamesnek a három bányagét kikapcsolom. Elhívom őt, hogy remote-tól shutdown-olja a gépeket. És akkor ugye be kell tegyem a breakert. Még kell, ugye majd külön kell vigyek egy Behrmann csövet felül. Hát oda teszek két 20 amperes felül, két 20 amperest alul. Tehát ugyanilyen szisztémbe. Csak ott annyi különbség lesz, ugye, hogy még reakötöm a lámpákat. És ott nem csak egy doboz lesz, hanem több még kell vegyek, azt hiszem dobozt. Ja, mert megvan a szabály, hogy van minden. Az ajtótól 6 lábra kell egy Tibi, azt hiszem úgy mondta, és utána minden 12 lábba kell legyen egy, hanem nem menjek át az inspekción. Ezt szabvány szerint kell betegyem, de ja, az a tervem, hogy felül is két 20 amperes, tehát egy csőbe így 4 drótot ugyanígy, alul is ugyanígy, és akkor még egyet ide teszek a konyhába, az előszobába, a tornácra. Tehát akkor lesz a 40 amperen fenn, 40 lent, 40 a konyhához, mennyi 120, és ugyanitt így 40-40-40, az 240, és azzal ki vagyok maxolva. Ugye, úgy, az 240, és a 125 amper, az 250, 125-240 volt, de duplája, tehát 250 amper, 110. 240 lesz azzal kész vagyok. Ha teszek egy vízmelegítőt, akkor azt ide közel teszem, hogy ne kelljen messze vigyem a kábelt, és az lehet, hogy izé lesz 30 amperos 10 gauge-es, de meg lehet jobb, mert átveszek egy 115 voltos, nem 240 voltost. Na mindegy. Kössem be, és akkor költöztessük a bányagépeket se. És mit tudom én. Rendet akarok csinálni, el akarok itt pakón is felpószivózni, ugye. Szombaton jönnek vendégek. Még valaki ígérkezett hónapra is. Még a backhoe-t is meghirdettem, ketten jönnek. Egy jövő hétre ígérkezett egy talán ezen a hétvégén, de meglássuk, hogy ki ér ide. A backhoe traktor feltettem a Craigslist-re 2500 dollárit. 2000-ét elengedem, még 1500-ét is elengedem. Na de már van, mondom, két komoly érdeklődő. Oké, akkor munkára fel. Kész vagyunk a shutdownra, gyerekek. James gépeit kikapcsoltuk, most hívott fel telefonom. És be van a cucc szerelve. Tehát ez volt az első, amit betettünk. Ugye ki kell vegyem ide, és rátegyem a végére a dugót. Hol a rakban van? Ezt a menetest, másodikot már úgy raktam össze, menetes dugóval, csavarral, és ezt is oda felrakom, lehet még egy darab csövet belékerített tudjak, lehet így is jó lesz, és akkor bekötöm ezt is ugyanúgy, a két 20 amperes breakert, tehát kettő ment annak, kettő ennek. Mutassam meg a túlsó felét is gyorsan, még nem tettem bele a dobozba direkt azért, hogy tudjam megmutatni nektek. Na, így néz ki ez a fele. Tehát az aranyozott felihez jön az áramkábel, az ezüst felihez, a lát kamerán annyira nem látszik, de ezüst csavar van itt. És itt aranycsavar. Oda jön a fehér kábel. És ide a zöld, a zöld csavarhoz jön a zöld. A ground, fődelés. Hát látod, egy-egy áram, és akkor a zöldet se fehéret elosztottam. Tehát tettem még két rövid darab kábelt. Mind a kettőhöz külön ugyanúgy a zölddel.
Egy rövid kábel, két rövid kábel, a két konnektorhoz hozzá kötve, ehhez a három egybe sodorva. És így nyomom be oda az egészet, fogatom oda ide csavarokkal. Csak két csavar jött egy kapcsolóval, úgyhogy egy átlóson teszek egy-egy csavart. Kettő-kettő. És akkor ezeknek a közepébe van egy csavarjuk, és oda fogatódik két csavarral a plate, a födél. Na, jó, gyorsan pakoljam össze. Akkor szóljak Jamesnek, visszakapcsolom a gépjeit. És akkor ráhatok neki az én banyámot lekapcsolni. És mind az öt gép menjen oda fel. Ja, lehet ezt a kettőt át kellett volna most építsem, ezt is tokba tegyem, de most nincs időm foglalkozni, most felrakom úgy, ahogy van mind az ötöt. És majd elér. Na! És akkor elrakom onnan a sidrákot, és na jó, a menjek meg dologba. Mit szóltok? Nekem tűnik úgy, hogy elállt a lámpának a vibrálása. Lehet, hogy a fogyasztás most lecsökkent. Vagy mit tudom én. Na, látom költöztetve az összes bányagép. Jamesnek hangoskodik az egyik gépje. Ott van a 3-1 forma. Ott az M1-es, ott az M5-ös, így van sorba 1, 2, 3, 4, 5. 5-ösben ugye csak egy kártya van. Ezt még át kell építsem. Na de jó volt, végül is meg kellett cseréljek ott egy szálat a fehéret. Nem működött úgy, ahogy először beköttem. A zöldet azt úgy hagytam, de a fehéret a fő vonalat beköttem az alsóba, és onnan a másik csavarról vittem egy szálat a következőnek az ezüst ide. Na mindegy, nem tudom, hogy emlékeztem máshogy csináltam a másikot, de mindegy, az a lényeg, hogy működik most. Na, meg kell szabaduljak a hosszabbítóktól, gyerekek. Így nézünk ki. Azt ma panelt az elejét majd visszateszem, és ide felírom, hogy mi miféle. De egyelőre még így működik, addig itt üresen hagyom. Hány kis még lehet, kellett tegyek egy-egy lefogatót. Bár elég stabil onnan a cső. Na mindig például középre ide. Meg ott a felső cső egy kicsit te. Ha most nem fog látszani, mert meg van rakva a gépekkel. Na, de így nézünk ki. Ja, egyelőre abban az a harmadikot nem kötöm be. Mert nincs minek. Nem hiszem lesz nagyon több anyagépen mostanában, mert pénzem sincs, ha lesz pénzem, pedig akkor billáncset kell vegyek, meg van itt amire költeni, úgyhogy... Na jó. Akkor ennyi, menj, fekszek le, mert késő van. Ezt a hónap folytatom a költözködésre, rendcsinálást egy kicsit rend. Ó, meg James, ez reggel hónapot leszek egész nap, fessük a házat. Na jó, akkor ennyi volt a villanyszerelés, a bányarém költöztetés. Jó sportos tokány switch. Ez a James egy 5 portos. Majd kell nagyobb switchet vegye. Ah, még vannak valami switchen, hányognak itt ott. Na jó. Akkor see you tomorrow.